Egyre nagyobb ellenállás kíséri a zöld fordulatot az Európai Unión belül. Az átállás célja az, hogy 2050-re karbonsemlegessé váljon a kontinens gazdasága. Nemrég az Európai Néppárt kis híján blokkolta a természet helyreállításáról szóló törvényt, a sokak által rákkeltőnek tartott glifoszát engedélyét 10 évvel meghosszabbították, a vegyszerek használatáról szóló döntést pedig elnapolták. A zöldek szerint a nemzetközi politikai hangulat veszélybe sodorja a klímacélokat. Az emberek azt mondják, túl sok válsággal szembesülnek, és azt szeretnék, hogy hagyják békén őket. Háború van, infláció van, munkanélküliség fenyeget, ezeket az ügyeket felhangosítja a közösségi média, rárakódnak a populista támadások és a fake news terjedése. Mindez egy mérgező mixet ad, ami ellehetetleníti a zöld fordulatot, mondta Jutta Paulus, német zöldpárti EP képviselő. Az Európai Unió a mostani ellenállási hullám előtt sorozatosan fogadott el a zöld fordulathoz szükséges jogszabályokat, például a megújuló energiahordozók használatáról, a karbonadó kivetéséről a külföldi termékekre, vagy a belső égésű motorok kivezetéséről. A 2030-as célokhoz szükséges 13 jogszabály közül 12-t már elfogadtak. Szerintem gyakran túlzásokba esett az Európai Parlament, például nem hagytak választási lehetőséget az embereknek, hanem egyből felírták számukra a megoldást. Ha mindig azt tesszük, amit a zöldek akarnak, akkor nem érjük el a klímavédelmi célokat, és elveszítjük a munkahelyeket is. Egyik sem jó. Fel kell állítani egy fontossági sorrendet, nem szabad túlzásokba esni, és be kell vonni az embereket is, mondta egy német néppárti EP képviselő Péter Líze. Eközben egyre több ipari szereplő gondolja azt, hogy az újabb környezetvédelmi előírások terhet jelentenek az üzletre nézve. Az Európai Bizottság változatlanul tartaná az irányt. Világos, hogy két dologra van szükség, az egyik az, hogy folytassuk a klímacélok megvalósítását, hiszen a klímaváltozás itt van a küszöbünkön. Ugyanakkor világos perspektívát kell nyújtanunk a polgáraink és a cégeink számára, biztosítva azt, hogy továbbra is működhetnek, és továbbra is megfelelő jövőképet lássanak, mondta Wopke Hoekstra, az EU klímaügyi biztosa. A következő lépés az Unió számára az, hogy megegyezzenek a 2040-es környezetvédelmi célokról. Brüsszelben eközben arra is figyelni kell, hogy az EU versenyképes maradjon Kínával és az Egyesült Államokkal szemben.